Nagy kamaszoknak is. Már a 16 év fölöttiek is oldhatók, de jelen kell lennie egy szülőnek vagy gyámnak. A lehetőségekhez igazodva nem csak munkaidőben fogadják az oltásra jelentkezőket. Bizalmatlanságot szül a helyreállítási terv. Bemutatta a kormány a helyreállítási tervet, a szocialisták nem elégedettek, bizalmatlansági indítvány nyújtanak be. A mezőgazdászok sem örülnek. Új óvodák magyar közpénzből. Egyre több óvoda nyitja meg kapuit a magyar kormány óvodafejlesztési program támogatásából. Ez a szorványban kiemelten fontos. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Bemutatta ma a miniszterelnök az országos helyreállítási tervet a parlament plénumában. Ennek eredményeként a szociáldemokraták bizalmatlansági indítvány nyújtanak be június 14-én a kormány ellen. Romániának a teljes rendelkezésre álló összegre mind a közel 30 milliárd euróra szüksége van ahhoz, hogy fejlődhessen és behozhassa a 30 éven át késleltetett fejlődési szakaszokat, mondta a terv mai bemutatóján a parlament plénumában Florin Kücu. A miniszterelnök szerint az országos helyreállítási terv jobb életminőséghez elengedhetetlen beruházásokat foglal magában. Hangsúlyozta, ez a program más, mint a többi, mert a beruházások mellett az egyes országok saját reformjait is magában foglalja. Ez a program különbözik a többitől, amelyek révén uniós alapokhoz jutottunk. Ez a program nehéz pillanatban jelent meg, amikor a világgazdaság válságon ment keresztül az eltelt 100 év legnagyobb krízisén. És ez a program, ez a terv erre a válságra adott válasz. Hangsúlyozta, a kormány kezeskedik azért, hogy a befektetések az ország minden szegletébe eljussanak. A beruházásokat 2026-ra meg kell valósítani, másként az ország elveszíti a pénzt. A terv szerint csökkentenék a környezetszennyezést és növelnék a digitalizációt. A jelenlegi kormányzás idején elkészül a Kárpátokat átszelő autópálya, új kórházak épülnek, utóbbira majdnem 2,5 milliárd euró szerepel a tervben. A fenntartható közúti vasúti szállításra 7 milliárd 600 millió eurót kérnek, részletezte. A miniszterelnök nem győzte meg a terv parlamenti bemutatását korábban szorgalmazó szociáldemokrata elnököt. Domnul prim-ministru, mai reveniți la microfon, presupun ca să ne prezentați totuși planul. Mácsár Csolákó kijelentette, Florin Kücu utolsó pillanatig el akarta rejteni a románok elől a helyreállítási tervet, és máig sem tette közzé azt. Domnule Kücu, de data asta n-ați mai avut pe unde să fugiți. Kücu úr, ezúttal nem volt hová elszaladnia. Kint várnak önre a gazdák, hogy mondja meg nekik, miért kap a mezőgazdaság 0 eurót a helyreállítási tervből, miközben a tanácsadó cégek 2 milliárd euróban részesülnek. Vigye magával Orbán urat is, és mondják meg az embereknek, miért nem fizették ki a mai napig nekik a tavalyi aszálykárokat. Kijelentette, ma nem mutatták be a parlament plénuma előtt az országos helyreállítási tervet. Az egyedüli dolog, amit tudnak, hogy nem Románia fejlődését szolgálja, hanem a megszorító intézkedések tervét vetíti előre. Válaszképpen a szociáldemokrata párt június 14-én bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a terv kapcsán vallott kudarca miatt, jelentette ki. A plénumban a Románok Egyesítéséért Szövetség elnöke George Simion is kijelentette, alakulatuk is nemet mond az országos helyreállítási tervre. A tervet hétfőn, május 31-én nyújtják be az Európai Bizottságnak. A plenáris ülésen megszavazták az unió saját alapok Euratom szerződésének ratifikálását. Az AUR képviselői tiltakozásként elhagyták a termet. Mától a Johnson & Johnson vakcinára is fel lehet iratkozni az oltási platformon, közölte Valéry Görgica, a COVID-19 elleni vakcinakampányt koordináló országos bizottság elnöke. A katonaorvos azt is bejelentette, hogy jövő héten oltásmaraton tartanak a 16-18 éves korosztály számára. Mától optimalizálják az oltási platformot oly módon, hogy lehetővé váljon az előjegyzés a Johnson & Johnson vakcináját alkalmazó oltóközpontokhoz, közölte Valériu Gyorgica, a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője.
A katonaorvos emlékeztetett, hogy a Johnson & Johnson vakcinája esetében nincs szükség második dózisra. Jelenleg az ország 21 megyéjében 31 oltóközpontban 36 oltóponton van lehetőség ennek a típusú oltóanyagnak a beadására, de a jövőben további Johnson & Johnson oltóközpontok nyílnak. A sajtótájékoztatón azt is elmondta, május 31-én és június 1-én kiskorúaknak tartanak oltásmaratont. Ez azt jelenti, hogy a 16-18 éveseknek valamelyik szülő vagy gyám kíséretében kell megjelenniük az oltóközpontban, ahol nem csak 14 óra után, hanem a teljes munkaidő során bármikor fogadják őket, és megkapják a vakcinát. Ezen kívül a hétvégén, ahol van kapacitás, egyes oltóközpontok napi 24 órában üzemelnek majd, hogy az este 8 után érkezők is megkaphassák a vakcinát, tette hozzá. Vince Lóránt lett az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának új alelnöke. A tisztség fontosságáról, illetve a vakcinaútlevél üzembe helyezésének várható időpontjáról tájékoztatunk a következőkben. Vince Lóránt európarlamenti képviselőt választották kedden az EP Alkotmányügyi Bizottságának alelnökévé. A testület feladata az EU szerződéseinek felügyelete, a belső parlamenti szabályzatok előkészítése, illetve szerződésmódosítások kezdeményezése. Ilyen formán ez az EP egyik legbefolyásosabb szakbizottsága, magyarázta keddesti 24 plusz című műsorunkban Vince Lóránt, akit az Európai Néppárt jelölt a tisztségbe. A kisebbségügyel, a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos megbeszéléseken is jelen lehet, így a tisztségnek köszönhetően az erdélyi magyarság számára fontos ügyek is előre mozdíthatók, hangsúlyozta az EP képviselő. Befolyásosnak számít ez a bizottság, hogyha arra számítunk, hogy szerződésmódosítás lesz, és ha szerződésmódosítás lesz, akkor az olyan legyen, hogy az őshonos kisebbségek védelme, támogatása uniós politikává váljon. Ezt célozza most az Európa jövőjéről szóló konferencia is, azért fontos ebben részt venni az Európai Parlamentből, de otthon Erdélyből is. Bár jelenleg sem az Európai Tanács, sem a bizottság nem szeretné a szerződésmódosítást, a parlament, illetve a polgárok annál inkább, és elég nagy lesz a nyomás, hangsúlyozta Vince Lóránt. A vakcina útlevéllel kapcsolatban elmondta, megvan a megállapodás, az Európai Parlament, a tanács és a bizottság tárgyaló küldöttsége dűlőre jutott a téma kapcsán. A június 7-én kezdődő EP plenáris ülésszakon végleges döntés születhet erről. Így június végén, július elején mindenhol működőképes lesz a rendszer. A vakcinaútlevél fontos eszköz lesz ahhoz, hogy visszanyerjük európai mozgás szabadságunkat, összegzett a politikus. Traktorokkal tüntettek ma délben Bukarestben a gazdák a mezőgazdaság alulfinanszírozottsága miatt. Azt mondják, idén megfeleződtek a támogatások, kérik, hogy az ágazat szerepeljen az idei év stratégiai prioritásai között. Traktorok érkeznek a parlament épületéhez szerda délben. A Gazdák Ereje Egyesület tiltakozó megmozdulásán a mezőgazdaság krónikus alulfinanszírozottsága, illetve a politikusok agrár-élelmiszeri ágazatot érintő intézkedései ellen tiltakoztak. Azt mondják, a támogatások 50%-kal kisebbek, mint tavaly. A tüntetésen mintegy 100-an vettek részt, az ország több megyéjéből érkeztek. Stábunknak egy Besztercen a Szód megyei gazda sorolja elégedetlenségeiket. A szarvasmarháknál az átmeneti nemzeti támogatás, az ANT 350 lejről 5 lejre csökkent. És azt mondták, Covid segít adnak. Nem normális, hogy az idei 48 millió eurós büdzséből az ANT-t és a Covid segít is kifizessék, és 140-150 lejt adjanak egy szarvasmarha után. Ez tényleg édeskevés, ez csúfolódás. És a juhok utáni Covid segít meg sem említették. Sem a gyapjú utáni de minimis támogatást. Nemhogy megfeleződtek a támogatások, a büdzsé 30% körülire zsugorodott. Azt mondják, a mezőgazdaság minden ágazata érintett. A támogatások csökkentése miatt például a friss disznóhús 75%-át importáljuk, ahelyett, hogy itthon termelnénk azt meg. Ugyanakkor nem kaptak kártérítést a tavalyi aszálykárokra sem. Az öntöző beruházások valós támogatást jelentettek volna a mezőgazdaságnak és az agrár-élelmiszeri ágazatnak egyaránt, azonban az öntöző rendszerek nem kerültek be az országos helyreállítási tervbe. A Környezetvédelmi, illetve a Fejlesztési Minisztérium közös pályázatának köszönhetően a helyi önkormányzatok nem sokára lecserélhetik a régi iskolabuszokat.
A program kidolgozása még folyamatban van, de a tervek szerint több mint 2000 új elektromos iskolabuszra pályázhatnak majd a települések, ezzel is megkönnyítve a diákok iskolába való utazását. Elektromos iskolabuszok megvásárlására készítelő pályázatot a Környezetvédelmi és Fejlesztési Minisztérium közösen, nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. A program jelentős segítséget nyújt majd a helyi önkormányzatoknak, hiszen sok helyen már 8-10 éve vannak folyamatosan használatba véve az iskolabuszok. Az igény és az elvárás ezzel kapcsolatosan is jelentős, tehát az, amit az RMDSZ miniszterei ebben a tekintetben tesznek, az az országnak is és benne a magyar közösségnek is nagyon-nagyon fontos, hogy gyermekeink, diákjaink biztos körülmények között biztonságban jussanak el az iskolákban minden nap. Bihar községben a szomszédos Hegyközkovácsiból és Kügypusztából közel 30 gyereket utaztatnak naponta a helyi elemi és általános iskolába, de az órák után kezdődő after school programban résztvevő gyerekek hazajuttatásában is nagy segítséget nyújt a több éve vásárolt iskolabusz. Örömmel értesültünk erről a projektről, hiszen a környezettudatos életmód az életünk szerves része, nem csak családilag, hanem úgy gondolom, hogy az iskolánkba is. Nyilván, hogyha lehetőség nyílik rá, az elsők között leszünk, akik ezt a pályázatot le fogják adni. Nagyon bízunk benne, hogy meg is nyerjük. Az indok az lenne, hogy mivel a távolságok kicsik a településeink között, maximálisan ki tudjuk használni, és rendesen le tudunk faragni az üzemanyag költségekből, így költséghatékony is tudna lenni egy ilyen autóbusz. A program kidolgozásában mindkét minisztérium szakemberei részt vesznek. A tervek szerint a pályázaton több mint 2000 modern, elektromos meghajtású és hibrid mikrobusz megvételére kapnak támogatást a települések. A vállalati hitelek és betétek összetételét és időbeni alakulását elemezte az Erdélystat, figyelembe véve az elmúlt évek változásait. Ezen belül külön kitértek a járványidőszakra jellemző trendekre is. Az elmúlt 13 évben a 2008-as válságot követően a romániai vállalatok tartalékai a duplájára nőttek, a hitelállomány viszont csak a negyedével bővült, és ezzel az infláció alatt maradt, derül ki az Erdélystat vállalati hitel és betétállományt vizsgáló friss elemzéséből. Romániában 2018-ban mintegy 500 000 nem pénzügyi tevékenységet folytató vállalat működött. Ezek teljes hitelállománya 2021. januárjában közel 26 milliárd euró volt. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozásra jutó hitelállomány 47 000 euró volt, amivel az utolsó helyen szerepel az EU-s mezőnyben. A betétállomány az év elején összesen mintegy 30 milliárd eurót tett ki, az egy vállalatra jutó betétek összege pedig meghaladta az 55 000 eurót. Ezzel Románia az EU-s rangsorban az utolsó előtti helyen szerepelt, megelőzve Bulgáriát. Éppen azokban a régióban alacsonyabb a hitel és a betétállomány, ahol a magyarok aránya magasabb, tehát a Székelyföldön és a Pátiumban. Hogy egy példát is hozzak, a két székelyföldi megyében 14 000 euró hitel jutott egy vállalatra, miközben az erdélyi átlag 33 000 euró körül volt. A hitelállomány egyébként az, ami mind a két régióban látványosan csökkent 2008-hoz képest. Erdélyben a vállalati betétek volumene 2021. januárjában meghaladta a 7 milliárd eurót, ami a teljes romániai állomány kevesebb, mint negyedét tette ki. Az egy vállalatra jutó betétállomány tekintetében a hiteleknél jelentősebb különbség figyelhető meg a főváros és a vidék között. Az erdélyi vállalatokra jutó 25 000 eurónyi megtakarítás a bukaresti átlag negyede. Három új magyar óvodát adtak át Kolozs megyében, Tordán, Kolozsvár tóköznegyedében, valamint Désen. Az új létesítmények a magyar kormány óvodafejlesztési program támogatásából, illetve az Erdély Református Egyházkerület közbenjárásával épültek. A hétvégén Dés-Tichegyen egy újabbat adnak át. A kolozsvári tóvidéki református óvodát már birtokba is vették a gyerekek. Hosszú évek fáradtságos, de eredményes munkájának köszönhetően adták át tegnap a Magyar Állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési program támogatásából finanszírozott az Erdélyi Református Egyházkerület által megépített épületet. Az addig csupán egy csoportot befogadó intézmény így három csoportosra bővült, összesen 70 gyereket tud fogadni. Nem tudtuk fogadni az óvodásokat, mert szerették az óvodát, és amikor erről álmodoztunk, akkor annyira távolinak tűnt, hogy mindig csak egy kacagni tudtunk ezen, hogy ha-ha-ha-ha-ha.
És az, hogy kirendelődött, egyszer csak jött a lehetőség, és ez így beteljesült, és a mai nap ennyi gyerek jár hozzánk, és ilyen körülmények között, az valóban ehhez képest egy igazi csoda. Désen az új építésű korszerű ingatlan két óvodai és egy bölcsődei csoportot tud befogadni. Krezsa István miniszteri biztos elmondta, a szorványközösségek megerősítését célozzák. Az új óvoda különösen jó esélyt jelent a vegyes házasságokban született gyerekek számára is, hogy megőrizzék és továbbvigyék a magyar szülő identitását akkor, ha a magyar óvodába járnak. A szorvány lét az egyfelől egy megsüvegelendő kitartás, másfelől pedig számunkra is minta lehet, hogy hogyan lehet megőrizni nehéz körülmények között anyanyelvet és kultúrát. És ezen belül pedig a városi, nagyvárosi szorvány lét a legveszélyeztetettebb. Minden kutatás erről tanúskodik, különösen a nagyvárosok peremkerületeiben. Éppen ezért ez a mai nap kiválóan sikerült abban a szempontból, hogy három ilyen helyen avathattunk óvodát. Kató Béla ige hirdetésében az oktatás és nevelés fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, azért vállalták fel a magyar kormány programját, mert fontos számukra, hogy minden magyar gyereknek lehetősége legyen anyanyelvén tanulni. Itt az emberek nem tömbben élnek, hanem szétszórtságban, és hogyha nincsenek ilyen intézmények, ahova a gyerekek kapcsán talán még a felnőttek is összejárnak, egybe tartoznak, gyakorolhatják a nyelvüket, kultúrájukat, akkor hát nagyot fog szenvedni és sérülni a közösség, és nem is beszélhetünk hosszú távon megmaradásról ezen intézmények nélkül. A kolozsvári és dési intézményekhez hasonlóan a tordai óvodában és bölcsődében is elkezdődött már az oktatás. Az intézményeket sikerült a román oktatási hálózatba integrálni. Versenyt hirdetett a Bihar megyei tanács az önkormányzatok számára, hogy júniusban ki tudja a legnagyobb mennyiségű szemetet szelektívan összegyűjteni. A köztisztasági kampány célkitűzése, hogy tudatosítsák a lakosságban a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, és közösen lépjenek fel a tisztább megye érdekében. A Bihar megyei tanács legutóbbi rendkívüli tanácsülésén megszavazta, hogy június a köztisztaság hónapja legyen a megyében. Az Ecollect fejlesztési ügynökséggel közösen meghirdetett programban a szervezők versenyt hirdettek a helyi közösségek között. Lényege, hogy egy hónap alatt ki tudja a legnagyobb mennyiségű szemetet szelektíven összegyűjteni. A program az elsősorban az önkormányzatoknak szól, de a kiírás alapján arra kéri az önkormányzatokat, hogy minél tágabb körben tudja megszólítani a helyi lakosokat, tehát itt beleértve az iskolákat, egyházakat, civil szervezeteket, vagy akár magánvállalkozásokat is, hiszen mindannyiunk közös érdeke az, hogy valóban egy tisztább környezetet tudjunk együtt kidolgozni településeinken, és nyilván megyeszerte. A program a megyét 6 régióra osztja, és a júniusi hónap elteltével mindegyik régióban győztest hirdetnek majd. A régió győztesek egyenként 100 000 lejes jutalomban részesülnek, amit parkok építésére, közösségi terek kialakítására és egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos projektek megvalósítására költhetnek. Jó hatással van a sós levegő azokra, akik már átestek a koronavírus fertőzésen. Bár a sóbányák forgalma még mindig alacsony, gyakran érkeznek a látogatók orvosi javaslattal, ugyanis a sók és tájak belégzése elősegíti a légutak tisztulását. Negyedénél is kevesebbre csökkent a parajdi sóbánya látogatottsága a koronavírus járvány alatt. A maszkviselete nem kötelező, mivel nyílt területnek nyilvánították a bányát. Ez alól kivételt képeznek a zsúfolt helyiségek, mint például az autóbuszok vagy a lépcsők. Seprődi Zoltán igazgató híradónknak elmondta, a látogatók zöme orvosi javaslatra érkezik a bányába, közülük pedig sokan átestek már a koronavírus fertőzésen. Igenis, a családorvosok, akik már túlestek ezen a betegségen, javasolják, országszerte javasolják, hogy menjenek el egy ilyen utókezelésre a bányába, hogy a tüdő állapotát hozzák rendbe. Nincs sajnos még visszajelzésem, de sokan érdeklődnek ilyenek, személyek, tehát vendégek, akik ezen már túlestek, és nekik
az orvosok javasolták. A Sóbánya csak egy rövid időre zárt be a világjárvány miatt. Az igazgató minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy nyitva tarthassák a látogatók előtt. A sós levegőben töltött idő nem csak a volt betegek, hanem mindenki számára ajánlott, mivel belégzés útján gyulladás csökkentő hatást fejt ki, gyógyíthatók általa a légzőszervi betegségek, hörkuruc, nátha, torokgyulladás, arcüreggyulladás, de ajánlott allergiára és bőrproblémákra is. Szimulátoron sajátíthatják el a különböző munkagépek kezelését a Nagykágyai Egyes Számú Technológiai Liceumban. Az iskola vezetőségének Európai Uniós finanszírozásból sikerült beszerezni egy alapgép, kétféle markológép és egy buldózer vezetéséhez szükséges tanulóprogramot. Különleges tanulási módszerrel, egy szimulátor segítségével oktatják a munkagépek használatára a Nagykágyai Egyes Számú Technológiai Liceum diákjait. Az ötletet németországi és magyarországi iskoláktól vették át, és az Európai Unió Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban elnyert pályázat keretében sikerült megvásárolni a szükséges alapeszközt, amely képernyőpanelekből, egy dinamikus alapon nyugvó székből és gépkezelő karokból áll. Elsősorban a nagy segítség az, hogy a gyerekek sokkal jobban élvezik a tanulást, nem ugyanolyan, mint amikor szárazon kivetítjük és megmutatjuk a részeit a gépnek, persze kint a helyszínen is megnézzük a gépeket, de azért ez egy kicsit más, és a legfontosabb az, hogy egy ilyen szoftver megtanítja az alapkezelését a gépnek, és nincs veszély. A biztonságos, kockázatmentes, ugyanakkor költséghatékony oktatás során a diákok megismerik nem csak a munkagépek felépítését és karbantartását, hanem a precíz koordinációt ezeken a nem hétköznapi gépeken. A szakiskola vezetősége egy következő pályázati kiírásban a traktor, aratógép, darú kezelésének elsajátítását segítő programokkal, valamint virtuális valóság szemüvegekkel szeretné bővíteni az iskola eszköztárát. Nemrég derült ki, hogy Stána református temploma alatt Árpád-kori templom maradványai vannak, mindez pedig egy római kori villán fekszik. A helyszínen a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem csapata dolgozik, a régészek több őskori kerámiát, de pénzérmét és csontokat is találtak a földrétegben. A Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre található Szilegy megyei Sztánai református templomban nemrégiben egy árpádkori templom és egy római villa maradványaira bukkantak, tudtuk meg a Maszol hírportáról. A helyi régészekhez a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói is csatlakoztak, és az ásatások során megtalálták az árpádkori templom nyugati zárófalát. Kiderült az is, hogy a sztánai templomnak valójában jókora része árpádkori állófal. Az eltés csapat első dolga a szentélyben lévő római faragott kő kiemelése volt, amiután rábukkantak az árpádkori szentély alatti római fal maradványokra, ahonnan rengeteg kerámia, pénzérme és csont is előkerült. Emellett egyéb érdekességeket is találtak, mondta el dr. Mordovin Maxim egyetemi docens. Pont mellettünk van lent az árokban a reformáció idején a szentélybe épült a legkorábbi karzatnak az alapozási, oszlop alapozása, ami is most már református a templom, vagy ez az ő múltjuknak egy nagyon fontos szerves része. Vagy el tudjuk képzelni, hogy mondjuk 16. század második felében hogyan nézett ki az épület belülről is, hogy hol álltak a karzatok. Ugyanis a 19. századi bővítés után ezeknek a nyomai eltűntek. Hozzátette, szakmai szempontból minden leletet feldolgoznak. A terv szerint ebben az évben az összeset megtisztítják, restaurálják, lerajzolják, és egy publikáció is készül róluk. Emellett a helyiek számára is beszeretnék mutatni, ami az egyetemi docens szerint a legjobb megoldás lenne, mivel ezek a helyi közösség számára a legfontosabbak, és Sztánán lennének a legjobb helyen. Az ásatás után a belső munkálatok következnek, illetve a fal és a kazettás mennyezet restaurálása, és néhány éven belül teljesen megújul a sztánai református templom. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.